Sokan úgy vélik, hogy a brit vezetésnek érdekében állt a Lusitánia elsüllyesztése. Mivel azt szerették volna elérni, hogy az Egyesült Államok az Antant oldalán belépjen a világháborúba. Noha az amerikai-német viszony valóban megromlott, az Egyesült Államok majd csak 2 év múlva, 1917. áprilisában lépett be a világháborúba. Az első világháború a tengeri háborúban a tenger alatti járót, illetően még nem léteztek szabályok. Csupán őrjáratozásra használták. Ellenőrizni a tengereket az ellenséges hadihajók felderítésére. Ha a kereskedelmi hajóval találkoztak, akkor különös, sajátos szabályok szerint jártak el. A nemzetközi jog hogyan érvényesült a tengereken? Hát hadihajók esetében egyértelműen azonosítani kellett, aztán el kellett süllyeszteni az ellenfelet. Ehhez a tengerjárónak nem kellett a felszínre emelkednie, a hadihajó víz alatti megtorpedozása megfelelt a hadijog nemzetközi gyakorlatának. Persze egészen más volt a helyzet, ha polgári kereskedelmi hajóval találkoztak. 1909-ben elfogadtak egy úgynevezett zsákmányszerzési rend nevű előírást, és e szerint jártak el. Az eljárás következőképpen zajlott le, a tengeralattjáró a felszínre emelkedett, a kereskedelmi hajó elé tüzelt, vagy valamilyen más módon megállította, átküldte a vizsgálóbizottságát a kereskedelmi hajóra, hogy a rakományát átvizsgálja. Végül a parancsnok döntött, hogy engedi tovább haladni a kereskedelmi hajót, vagy megszállja esetleg saját tüzérségével, elsüllyeszti. Az elsüllyesztés a hajó vízvonalára irányított lövéssel történt, ugyanis a torpedóan túl értékes volt ahhoz, hogy ilyesmire használják. Elsüllyesztés esetén azonban a parancsnoknak, a tengeralattjáró parancsnokának gondoskodnia kellett az elsüllyesztett hajó legénységének a megmentéséről, illetve az ellátásukról. Ennek betartása, mármint ennek az előírásnak a betartása a német tengeralattjárók számára ugye meglehetősen nehézkes volt. És ahogy megyünk bele a háborúba, ugye egyre inkább irreálissá, sőt a végén teljesen irreálissá vált. A zsákmányszerzési rend akkor vált teljes mértékben fenntarthatatlanná, amikor az angolok csapdákat állítottak. Felfegyverzett kereskedelmi hajók cirkáltak a német tengeralattjárók működési területén, és amikor a tengeralattjárók a felszínre jöttek, akkor ezeken a kereskedelmi hajókon elhelyezett ágyukból egyszerűen tüzet nyitottak a felszínen rendkívül sérülékeny tengeralattjárókra. Ezek a tengeralattjáró hajócsapdák az írországi Queenstown kikötővárosában állomásoztak, innen kapták a hajók a Q-hajó elnevezést, Q-ship elnevezést. Az első világháborúban a németek 199 tengeralattjárót veszítettek el, ugye 16-ot ilyen Q-shipek süllyesztettek el, illetve 60 német tengeralattjárót különböző mértékben megrongáltak ezek a Q-hajók. Az angolok mindezek közben 27 Q-hajót veszítettek. Egyébként a nemzetközi jog szerint a zsákmányszerzés nem történhetett semleges felségvizeken, azaz a tengerparttól számított 3 tengeri mérföldön belül. Persze a helyzet hamarosan megváltozott. Az angolok északi tengeri blokkádjára válaszul a német haditengerészet a brit szigetek körüli vizeket hadiövezetté nyilvánította. És ebbe már egyáltalán nem illett a zsákmányszerzési rendszer, és egyáltalán nem lehetett betartani ezt a rendszert. A tengeralattjárók 1915. február 22-én parancsot kaptak, az ellenséges zászló alatt közlekedő hajókat is mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül torpedozzák meg. A megváltozott helyzetre való
felhívás, a figyelemfelhívást érdekében különböző országokban, de legfőképpen az Egyesült Államokban, amely akkor még semleges ország volt, a németek az újságokban közleményeket tettek közé, az Egyesült Államok magában a 40 legnagyobb lapban jelentek meg a közlemények. A brit admiralitáshoz nagyon erősen kötődő angol Cunard Line hajója volt a Lusitania. Ez egy nagy szállítóhajó volt, a Titanichoz hasonló, és ez a hajó, ez a Lusitania volt az utolsó, amely még menetrendszerűen közlekedett New York és a brit szigetek között. A többi szállítóhajót a brit kormány lefoglalta, vagy csapatszállításra használta, vagy pedig kórházhajóként. A Lusitania maga 1907-ben épült, egy 45 ezer tonnás, tehát óriási nagy hajó akkor, mint egy mai repülőgép hordozó, egy óriási nagy hajóról van szó, 230 méter hosszú hajó, és 1914, tehát a háború kitörése augusztusa, 1914 augusztusa, és 1915 április az első ijesztések között összesen 18-szor kelt át az óceánon. 1915. május 1-én futott ki utolsó útjára New Yorkból. Walter Schwieger kapitány vezette azt a német tengertjárót, az U-20-at, amely aztán 1915. május 7-én, kora délután 14 óra 20 perckor Írország partjainál megpillantotta a hajót. A naplója szerint nagyon sűrű köd volt, háborgó tenger. Délután 2 óra 20 perckor jobbra a tenger alattjáratól pillantották meg a négy kéményes gőzöst. Délnyugati irányból jött. Abban reménykedtek, hogy az ír partok mentén halad Anglia felé, de a gőzös 2 óra 30 perckor elfordult, irányt változtatott, és Queenstown felé vette az irányt. Schwieger kapitány 3 óra 10 perckor adott parancsot a torpedó kilövésre. Azt is leírta a naplójában, hogy egy régi úgynevezett bronz torpedó volt, amelynek kisebb erejű torpedóról volt szó. Ez 3 méter mélységű, tengerben 3 méter mélyen repült a célpontja felé. A találat jobb oldalt, a parancsnoki híd mögött találta el a Lusitániát. Egy szokatlanul erős detonáció következett be, amelyet rendkívül nagy kiterjedésű füstfelhő követett. És nagyon rövid időn belül egy második, egy sokkal nagyobb robbanás is bekövetkezett. Azt írta a naplójában Schwieger kapitány, hogy mintha lőszer repült volna a levegőbe. Robbanások következtében a Lusitania megállt, és nagyon gyorsan jobbra dőlt. Egyidejűleg az orr irányában kezdett süllyedni. Ugyanis az történt, hogy a hajó a találatot követően szinte azonnal 15 fokos szögben megdőlt. Úgyhogy a fedélzeten levők ugye nem nagyon tudtak talpon maradni. Azonnal kitört a pánik természetesen, a személyzet azonban jól begyakorolt volt, azonnal megkezdték a mentést. A Titanic 3 évvel korábbi katasztrófája óta minden hajón elegendő mentőcsónakot helyeztek el. Azonban ezeknek a mentőcsónaknak a leeresztése kézi erővel történt, azaz meglehetősen lassan. A süllyedés gyorsasága és a nagy dőlés szög miatt a mentőhajóknak a nagy többségét egész egyszerűen nem is sikerült vízre helyezni. A hajóor egyre inkább elmerült, majd körülbelül olyan 10-12 perccel a találatot követően a hajó szinte függőleges helyzetbe került. A hatalmas hajócsavarok tovább forogtak a levegőben. Ezen a vidéken a tenger mélye körülbelül 92 méter. Most, mint említettem, a Lusitania maga 230 méteres, tehát a hajó orra nagyon hamar a tengerfenékhez érkezett, beleütközött, és
és a hajó elkezdett visszafelé dőlni. A hideg tengervíztől felrobbant az egyik kazán, majd az egész megtört a hajó, szinte ketté tört, és mind a két darabja meglehetősen gyorsan elkezdett süllyedni, és pár pillanat alatt a teljes hajótest elmerült. A térségben egyetlen hadihajó állomásozott, amely a helyszínre indult, egy Juno nevű brit hajó. Azonban hamarosan parancsot kapott a visszafordulásra, mert az angol flotta vezetői féltek, hogy a németek ezt a hajót is megsemmisítik. A Lusitania körülbelül 18 perc alatt süllyedt el. Az utasai közül 1198, utasai és a személyzet közül 1198-an haltak meg. Ezek közül 124-en amerikaiak voltak. 761 embert a halászok, illetve arra hajózók kimentettek. Nézzük, milyen következményei voltak a hajó elsüllyesztésének. Hát először is az Egyesült Államokban, amely akkoriban egyáltalán nem volt német barátnak nevezhető, az Egyesült Államokban óriási volt a felháborodás. Az újságok cikkeztek, mindenfélével megvádolták a németeket. Az amerikai Egyesült Államok kormánya 1915. május 11-én elküldött egy jegyzéket a német birodalomnak, az úgynevezett első lusitánia jegyzéket. Felszólították a németeket a tenger alatt járó támadások beszüntetésére, és azt követelték, hogy az áldozatoknak kártérítést fizessen a német állam. A német kormány ezt hajlandó volt teljesíteni. A jegyzék még azt is követelte, hogy a különböző hajókon utazó amerikaiaknak a biztonságát garantálja a német birodalom. Ez azonban teljesen képtelenség volt, ugye nem lehetett garantálni. A válaszukban a németek kifejtették, hogy az elsüllyesztés jogos volt, önvédelemnek nevezték, mivel a fedélzeten hadianyagot szállított a Lusitania. Az amerikáknál, ez a válasz nem nagyon vált közismerté, mert az újságok egész egyszerűen eltüntették, valahol a hírek, az egyszerű hírek között jelent meg. Tehát nem mondhatták, hogy nem jelent meg, csak valahogy úgy eltűnt a hírfolyamban. Még ugyanennek az évnek június 9-én egy második jegyzéket is, szinte hasonlóan kemény hangú jegyzéket tettek közzé az amerikaiak. A német hadvezetés tisztában volt azzal, hogy a további hajó elsüllyesztések után már Amerika hadba lépésével is számolniuk kell. Ezt azonban elkerülendőnek tartották, vagy gondolták a németek, és hogy ez ne következzék be, a császár korlátozta a tenger alatt járó háborút. 1915. júniusában, tehát a császár megszüntette az utasszállítók elleni támadásokat. A Lusitania hadianyagot szállított, mondjuk ki nyugodtan csempészet. Tehát gyakorlatilag háborús cselekményt végzett, azonban ezt nem lehet bebizonyítani. Ugyanis a brit haditengerészet minden a Lusitániára, illetve a rakományára vonatkozó adatot titkosított, és semmilyen kutatót, sem brit, sem külföldi kutatók egyszerűen nem kutathatják ezeket a dokumentumokat. A brit sajtót elárasztották azok a híradások, melyek szerint Németországban, az iskolákban szünettel ünnepeltették a diákokkal a Lusitania tragédiáját. Egyébként pedig hát a Lusitania elsüllyesztése adta meg az utolsó lökést az Egyesült Államoknak, hogy a britek az Antant mellé álljon. Az Egyesült Államok 1917 áprilisi hadba lépéséhez, tehát közvetett módon a Lusitania elsüllyedése is hozzájárult.